átadták a mintegy 500 millió forintból megújult tiszafüredi szabadstrandot. F. Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője online is követhető sajtótájékoztató méltatta a beruházást, kiemelve, hogy a Tiszató környéke, Tiszafüred szépen fejlődik, az önkormányzat nyertes pályázatának köszönhetően már 2019-ben megkezdődtek a városban a szabadstrandot érintő család és vendégbarát fejlesztések. Újvári Imre Tiszafüred fideszes polgármestere elmondta, a tiszafüredi szabadstrand a terület és településfejlesztési operatív program pályázatán nyert 400 millió forintból, és a magyar kormány 23 millió forintos támogatásából újult meg. Az új Turinform konténer iroda létesítésére a Magyar Turisztikai Ügynökségtől hazai forrásból 20 millió forintot nyert az önkormányzat. A szabadstrandot érintő fejlesztésről elmondta, a két szakaszban megvalósult beruházás részeként tavaly nyáron a vízfelületen moduláris stégrendszert építettek ki, fitnesspark és multifunkcionális sportpálya létesült. Az idei szezonra többek között új főépület épült vizes blokkokkal, elsősegélyhelyiséggel és személyzeti öltözőkkel. Továbbá kialakítottak egy strandfocipályát lelátóval és egy napozó teraszt is. A tervek szerint június 4-én nyitó családbarát szabadstrand területére a Tiszafüred városkártyával rendelkezők továbbra is térítésmentesen léphetnek be. A polgármester szólt arról is, hogy Tiszafüreden a terület és településfejlesztési operatív program nyertes pályázatainak köszönhetően az elmúlt időszakban többek között új piaccsarnok, korszerű egészségügyi központ létesült, megújult a teljes belváros, új főtér és a Tiszató legnagyobb játszótere épült meg. Molnár Anita, a Magyar Turisztikai Ügynökség program igazgatója szerint minden esély megvan egy sikeres nyári szezonra az idén is. A turizmus újraindításában kiemelt szerepe van a Turinform hálózatnak, amely évente 1,8 millió vendég megkeresését kezeli. Kitért arra is, hogy 2020-ban hirdették meg azt a pályázatot, amely során 22 Turinform iroda, köztük a tiszafüredi is sikeresen pályázott. A Turinform tiszafüredi munkatársai 10 településről gyűjtenek információkat, és mintegy 30 turisztikai attrakcióról nyújtanak hiteles tájékoztatást. A Tiszató és Tiszafüred, Debrecen és térsége turisztikai térség részeként 2020-ban Balaton és Mátrabükk után a harmadik leglátogatottabb turisztikai térség az országban, 7%-kal részesedik a belföldi vendégforgalomból. A Magyar Turisztikai Ügynökség 2019-ben indította el strandfejlesztési programját azzal a céllal, hogy 2030-ig Magyarországon valamennyi szabadvízi strand megújuljon és európai színvonalúvá váljon. A kisfaludi strandfejlesztési konstrukció 2020-as negyedik ütemében Tiszafüred mellett a Tiszatónál további 6 település strandja újult meg, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség programigazgatója.